Milyen bónuszok járnak a mentorprogramhoz? Minden évben szervezünk egy kiállítást a mentorprogramos tanulóinknak, ahol a legjobban sikerült képeiket megmutathatják. Itt látod a felvételt a tavalyi kiállítás megnyitóról. Gondolj bele, milyen büszke leszel te is akkor, amikor a képeid kint lesznek a falon, és körbesétálsz ismerősökkel, rokonokkal, és elmondhatod, hogy ezt én készítettem, az én képem is kiállításra méltó. Hiszen tudod, ez a mentorprogramunk ígérete, pálcik embertől a kiállításra méltó képekig. Portrérajzolós kihívásainknak a felvételeit is ajándékba adjuk mentorprogramos tanulóinknak. És miért döntöttünk így? Alapvetően mi a mentorprogramban azt mondjuk, hogy úgy haladj, hogy egy hónapba egy képet készíts el, egy rajzot vagy egy festmény. Tehát egy hónap egy kép. Ugyanakkor azt halljuk tőletek, hogy de nincs időm még arra se, hogy egy képet elkészítsek. Na most ezek a rajzok igazából 4 óra alatt elkészíthetőek. Valós időben 2x2 óra alatt rajzoltuk meg őket élőben, azok, akik itt voltak a portrérajzolós kihívásainkon. Hogyha belegondolsz, és valóban érdekel a rajzolás és a festés, akkor egy hónapban 4 óra az vállalható. És hogyha csak annyit csinálsz, hogy napi fél órát foglalkozol vele, akkor egy ilyen rajz egy hét alatt elkészíthető. Ha belegondolsz, már önmagába ezekért a rajzokért érdemes csatlakoznod a mentorprogramhoz. És igazából megcsináltuk ugyanezt festményekre is, hogyha valakit inkább a festés érdekel jobban, akkor itt találsz 15 olyan híres festményt, aminek az elkészítésének az ideje 6-10 óra. És aztán hozzáférést kapsz még a művészeti karneválunknak a felvételeihez, ahol mentorainkkal tudsz együtt rajzolni és festeni. Ezen kívül találsz még 8 izgalmas interjút és előadást. Tudtad-e például, hogy Esztergályos Cecília, Galla Miklós vagy Tarján Zsófia Hanibiszt énekese, ők is hobbiból rajzolnak és festenek. Meghallgathatod velük a beszélgetést, hogy nekik mit ad a rajzolás és a festés. Aztán találsz interjút dr. Elek Jánossal, vegyésszel, hogyan döntött el egy vegyész, hogy egy kép az eredeti vagy hamisítvány, vagy Gruyber Dénessel, hogyan árazd a képeidet, vagy doktorra Bárpáddal is találsz egy beszélgetést jövőkutatóval, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hat a művészetekre. Aztán az országos rajzfesztiválokról is megkapod a felvételeket, ahol például dr. professzor Vas Zoltánnal találsz egy beszélgetést a rajzelemzésről, Klapekévi pszichológussal, hogyan növeld az önbizalmad, vagy pedig Árvai Péterrel, spirituális mentorral a flow tudatállapotról beszélgetünk. Ha belegondolsz, már csak ezekért az interjúk annyira értékesek, hogy érdemes csatlakozni a mentorprogramhoz. Mi mindent kapsz még? Hát nekem a kedvencemet, a fotorealisztikus rajzolás 10 plusz egy titkos trükkjéről szóló videósorozatot, ahol a legeslegelejétől az utolsó ceruzavonásig, esetben most már tudod, hogy ecsetvonásig megkapod a teljes rajz elkészítéséről a felvételt. Ez egy teljesen vadi új tananyag, még Magyarországon nem tanítja senki ennek a grafit festésnek a technikáját. És mentorprogramosként még különleges tanulói kedvezményeket is kapsz, 20% kedvezményt kapsz a Valdorat minden tantermi tanfolyamára és táborára, és 10% kedvezményt különböző művészellátókhoz, hogy olcsóbban tud beszerezni az eszközöket.